következő megálló az az Ecseri út, ami gyakorlatilag a Pöttyös utcához hasonlít. Itt látjátok, a burkolat kicsit más, de egyébként ugyanúgy két szélső peron, mint járás nincsen. Meg kicsit más mintázatú székek vannak, de azok is mintább. Utastájékoztató tábla, dettó ugyanaz. Ugye megnézzük kicsit közelebb, de még azt a fászéket, azt nézzétek. Szintén ezek a régi székek, ezeket még valószínűleg akkor rakták ide, amikor először épült a megálló, és ezek azóta itt vannak. És hát nem biztos, hogy, mondom, nem biztos, hogy túlélik a felújítás, de lehet egyébként. Tehát most én nem mondom azt, hogy biztosan nem, mert nem lehet tudni, hogy végül is mit álmodtak ide. És lehet, hogy ezeket meghagyják végül is, lehet, hogy jegyében meg lehetne simán. Én ezek a régi számlálók, ezek nem biztos, hogy megmaradnak, meg ez az óra se. Pedig hát hasonló a kettes metrón is van, tehát azt még érdemes is lehetne meghagyni felújításkor. És ez egy kedveket. És ez már azért egy forgalmasabb megálló a Pöttyös utcánál, mert itt van átszállási kapcsolat a 3-as villamosra mindkét irányban, ami elég forgalmas, meg van egy-két ilyen kisebb buszjárat is, ami ilyen szóló buszokkal van kiszolgálva, és gyakorlatilag egy lakótelepen mászkál körbe. Hirtelen meg nem mondom, hogy melyik. Nem szoktam sűrűn errefele járni. Illetve, hogyha errefele járok, akkor is általában villamosra szoktam átszállni, vagy villamosról metróra. De hát a túloldali az ugyan ilyen, és itt viszont középen van a kijárat. Úgyhogy már mindjárt akkor azt is megnézzük, meg itt át is lehet menni, ugye a felszínen. Azt mindjárt nézzük, és közben jön egy metró. Bejárat, vagy a bejárat. Szintén megvan a tájékoztató tábla. Vágány zárja az még megvan, a többi az már erősen hiányosan. Itt az aluljáró, itt át lehet menni a másik peronhoz is, meg itt lehet átszállni a villamosra is. És akkor itt a megállózhat az aluljáró, ez biztosan nem lesz lezárva, mert az ülői alatt csak itt lehet átmenni. Tehát csak a bejárat lesz lezárva valószínűleg. Lehet följebb jönni. És van még egy lejáró a túloldalt, ahol nem a másik irányból lehet feljönni. És akkor mindjárt szétnézünk kicsit a felszínen. Látjátok, itt van. Tehát itt az ülői út alatti részt az biztos, hogy nem fogják lezárni. És egyébként ott a templom mellett van a 3-as villamosnak a megállója, ami az egyik legerősebb átszállási kapcsolat. Most a metrópótló buszok meg onnan mennek. És akkor át is megyünk a túloldalra, mert nekem is ez a jó irány. Akkor érdekes a képek, akkor ez a lejtés is megoldott, a 181-esre lehet itt átszállni. Ez tényleg ilyen telepjáró busz körülbelül, mert így körül megy a lakótelepen, aztán visszajön ide. A másik lejárat itt lehet kökifele menni, ezt még megnézzük. Akkor megérkeztünk a másik lejárathoz. Ez ennyi akkor. És akkor nézzétek meg, és akkor itt lehet tovább menni a 3-ashoz. És közben itt elmegy egy metró.